Elutasítja Brazília az erdőtüzek megfékezésére felajánlott nemzetközi segélyt. A legfejlettebb országokat tömörítő G7 csoport hétfőn 20 millió dolláros azonnali segítségről beszélt. A brazil elnök szerint azonban ezzel gyarmatként kezelik Brazíliát. Drónfelvételek mutatják a tüzek pusztítását az Amazonas esőerdő brazíliai részén. Jól látható, hogy a földet szénné égetett farönkök borítják. Valószínűleg itt is erdőirtás történt. Vagyis előbb kivágták és kiszárították a fákat, majd felgyújtották őket, azért, hogy a területet mezőgazdasági vagy bányászati célokra lehessen hasznosítani. Jelenleg is több tízezer helyen tombolnak a lángok az Amazonasban, percenként 3 futballpályányi őserdő hamvad el. A brazil tűzoltók próbálják megfékezni a tomboló lángokat, és ebben több mint 40 ezer katona segíti őket. A kormány pénteken rendelte el a hadsereg bevetését, miután rengeteg nemzetközi bírálat érte Brazíliát, hogy nem tesz eleget az Amazonas megvédéséért. Az erdőtüzek füstje a távol eső nagyvárosokban, Rióban és São Paulóban is érezhető. Az esőerdőhöz közel pedig még nagyobb problémákat okoz. Egy harmadosztálybeli foci meccset például félbe kellett szakítani a rossz látási viszonyok miatt. A folyamatosan gomolygó füst miatt a környéken megszaporodott a légúti betegségek száma is. Főként a gyermekek és az idősek körében. Egy kisfiú például 15 napot töltött kórházban tüdőgyulladással. A légszennyezés és a füstgázok miatt betegedett meg. Van egy másik 4 éves kisfiam is, akinek légzési problémái vannak a füst miatt, mesélte az édesanya. Hogy amikor ez a mérgező füst bemegy a városokba, azért ennek egészségkárosító hatása is lehet. Aszalós Réka erdőökológus, az MTA kutatója arról beszélt, hogy a most tomboló tüzek éppen azért veszélyesebbek az egészségre, mert erdőirtások eredményei. Azt gyanítják egyébként most, hogy azért van ilyen nagy füst, mert nem átlagos tüzekről van szó, nem arról van szó, hogy mondjuk tarlóégetés van, vagy bozótos területek égnek, hanem arról van szó, hogy levágnak szisztematikusan egy csomó erdőt, megvárják, míg kiszárad a fa, és akkor utána ugye hatalmas mágiákat raknak. A januárban beiktatott Jair Bolsonaro brazil elnök többször is hangsúlyozta, hogy ki kellene aknázni az Amazonas erőforrásait a gazdaság fellendítése érdekében. Környezetvédő aktivisták és az őslakosok jelentős része, ezért az államfőt teszi felelőssé az erdőirtások és a tűzesetek megszaporodása miatt. Szerintük Bolsonaro álláspontja felbátorította a gazdákat a tűzgyújtásokra, mert úgy érezhetik, hogy az államfő támogatja őket. Az előző elnököknek nem ilyen volt a hozzáállása, nyilatkozta az egyik őslakos népvezetője. A Franciaországban ülésező G7-ek azonnali segélyt ajánlottak az erdőtüzek megfékezésére. A legfejlettebb országokat tömörítő csoport Emmanuel Macron francia elnök javaslatára mintegy 20 millió dollárt ajánlott fel. A brazil kormány azonban elutasította a pénzt. Az ország elnöke pedig azzal vádolta meg a francia államfőt, hogy gyarmatként kezeli Brazíliát. Macron a gazdag országok segélyét ajánlotta fel az Amazonasnak. Segít bárki is bárkinek, ha nem kér érte valamit? Miért olyan fontos nekik az Amazonas? Mit akarhatnak onnan? Tette fel a kérdést Bolsonaro. Mindeközben a belpolitikai nyomás is növekszik a brazil elnökön. A kormány népszerűsége 30% alá esett. Szakértők szerint részben az Amazonasszal kapcsolatos nemzetközi bírálatok miatt.